Három hete jártunk Nyírmártonfalván, hogy bemutassuk a lombkorona nélküli lombkorona sétányt. Azóta nagy változások történtek, az Európai Unió is elkezdett vizsgálódni, azonban a helyszínen is történtek változások. A legszembetűnőbb dolog, hogy elültették a fákat a lombkorona sétány körül. Itt kicsit trükközött a polgármester, a lombkoronától jobbra, illetve balra két sor díszfát ültetett, ezek viszonylag magasabbak, azonban a többi területen apróbb fácskákat sikerült ültetni. Második nagy változás az pedig az, hogy amikor megérkeztünk, akkor munkások dolgoztak, kerítéslazúrral kezdték festeni a biciklis pihenőt. Ők időközben távoztak, azt mondták, hogy még a lombkorona sétányt is le fogják kezelni. Harmadik nagy változás, hogy megjavították a tetőt, leszegelték, elegáns megoldás. A negyedik változás, hogy elkészült a WC, csak kívülről zárható. Ha szeretnéd, hogy hasonló történeteket tárjunk fel, akkor add nekünk az adód 1%-át.